Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Strandolás. Faddomboriban ügyelnek a biztonságra. Fejlesztések. Terveiről számolt be azonban megválasztott polgármestere. Nyári élménytábor. Kézműves programokkal készült a Bonyhádi Völgységi Múzeum. Nem mindennapi udvar Tolnán. Szobrok díszítik Rühl Gizella kertjét. Faddomboriban strandőrök, polgárőrök és iskolaőrök is ügyelnek a fürdőzők biztonságára. Komoly elsősegély nyújtásra idén nyáron még szerencsére nem volt szükség. A napokban is szép számmal látogatják a fürdőzők a faddombori strandot, a meleg időjárás továbbra is a vízhez csalogatja a kikapcsolódni vágyókat. Az ő biztonságukra strandőrök, polgárőrök és iskolaőrök is figyelnek. Az idén nyáron komolyabb beavatkozásokra még nem volt szükség. Hát szerencsére még komoly elsősegélynyújtási problémák, illetve tevékenységek nem voltak. A leggyakoribb dolgok, amivel jönnek a strandolók, az ilyen kisebb sérülések, tehát vágások, illetve rovarcsípések. Ezeket a strandőrök igyekeznek ellátni. Hát a rovarcsípésekkel ugye nem tudunk mit kezdeni, igazából egy hűsítő kenőcsöt tudunk adni. Ha komolyabb probléma van, és ugye erre felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy rovarcsípés esetén nem tud a strandőr segíteni, esetleg úgy, hogy kihívja a mentőket, illetve a körzeti orvost. Komolyabb csípés esetén ugyanis már adrenalin injekcióra van szükség, a fürdőzés szabályait pedig mindenkinek be kell tartania. Röviden tömören annyi, hogy alkoholos befolyásoltság alatt ne menjünk a vízbe, felhevült testtel ne menjünk a vízbe. Ugye minden strandunkon működik zuhany, használjuk a zuhanyokat, mielőtt bemegyünk a vízbe, illetve természetesen hűtsük le a testünket, és ne ugorjunk rögtön bele a 40 fokról a 20 fokos vízbe. Szili Dávid strandőrként dolgozik Domboriban. A betadin, a fertőtlenítő leggyakoribbak között sebtapasz, mindenképp, illetve a spray az, amit a legtöbben keresnek. Elsődleges feladatunk az a információk átadása a fürdőzőknek, amikre kíváncsiak, illetve a tisztántartása a zuhanyzóknak és a strand területének, illetve ha bármi baj lenne, akkor azonnal a segítség hívása az elsődleges feladatunk nekünk strandőröknek. A fürdőzők is összességében megfelelőnek érzik a biztonságot, de azért a táskáikat többen nem hagyják őrizetlenül. Igen, azt gondolom, hogy az. Már többször voltam, végülis Fadról jöttünk, úgyhogy ennyi. És nem volt még semmi probléma meg? Nem, nekem nem. És mondjuk a cuccokat kimerik úgy hagyni, hogy mondjuk belemennek a vízbe is? Hát megmondom őszintén, hogy nem, mert mindig valaki lesz kint a parton. Elővigyázatosság. Ennyi. Augusztusban belépve a hőmérséklet még nagy valószínűséggel a következő héten is marad 30 fok körül, így a fürdőzők még élvezhetik a nyári időjárást. A 2024. júniusi önkormányzati választáson Mátis Lászlót szavazták meg Zomba polgármesterének. Tisztségi feladatait októbertől kezdi meg. Fejlesztések, kulturális programok szerepelnek a tervei közt. Zomba megválasztott polgármestere Mátis László számolt be a célkitűzéseiről, amelyek a község fellendülését eredményezhetik. A koncepció érinti a kulturális közösségi intézmények, illetve programokat is. Pozícióját hivatalosan októbertől foglalja el. Azok a dolgok, amik most Zomban vannak, azokra alapozva folytatnánk a dolgokat tovább. Én úgy gondolom, hogy Zomba egy jól élhető, kellemes lakóközösséget biztosít mindenki számára, aki itt él, nem csak Zomban, hanem Szentgálon és a környezetében lévőkre is igaz ez. Van egy jól működő önkormányzat. Igazából azokat az alapellátási dolgokat, amik most megvannak, azokat szeretném, ha meglennének, és ezeket szeretnénk továbbfejleszteni. A település lendő vezetője fontosnak tartja a népesség számának megtartását vagy növelését. Célja az, hogy a közösségi élet fejlődjön, a művelődési rendezvények szervezésével, intézmények modernizálásával, valamint új sportlétesítmények kialakításával. A civil szervezeteket, azokat a közösségi tereket, amik egy kicsit elhanyagoltabb állapotba kerültek, azokat szeretnénk visszafrissíteni. Mögöttünk a régi Varroda épületében most
ki lesz alakítva egy olyan konditerem, ami nem csak a futball tevékenységet, hanem egyéb más tehát erősítő gyakorlatokat is biztosíthat bárki számára. Sportolási lehetőségeknél a sportcsarnoknak a dolgait szeretnénk, ha egy kicsit jobban ismét felpezsdülhetne. Energetikai korszerűsítés előtt áll mind az iskola, mind a sportcsarnok, mind itt a óvoda. A rendezvények lebonyolítását a művelődési házzal, valamint a helyi szervezetekkel együtt hajtaná végre. Ez elősegíteni a helybeli csoportok összetartását, megerősítését. Különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a kormány a paksi atomerőmű területét, ami ezzel Paks városától a Tolna vármegyei önkormányzathoz kerül át, derült ki a szerda esti Magyar Közlönyből. Így a várostól a vármegyéhez kerül az erőmű évi 6 milliárd forintos iparűzési adója is. A különleges gazdasági övezet helyi adóinak 62,5%-át Tolna vármegye, 37,5%-át Bács-Kiskun vármegye kapja. Augusztus 1-én csütörtöktől emelkedtek a közlekedési bírságok. Aki például jogosulatlanul várakozik egy mozgáskorlátozottak számára kijelölt helyen, annak a helyszínen 65 ezer forintot kell fizetnie. Aki vezetés közben mobilozik, azaz eddigi 13 ezer forint helyett augusztus 1-től a duplájára 26 ezer forintra lesz büntethető. Egyes kategóriákban 20%-os emelkedésre kell számítani a helyszíni bírságok tekintetében, azonban a kiemelt szabálysértések esetén, ilyen például a megállás szabályainak a be nem tartása, aztán az előzés szabályainak a be nem tartása, a záróvonalon való áthaladásnak a szabálya, és számos olyan baleseti tényező, ami például a kanyarodás szabályainak a megszegése, illetve az elsőbbség szabályainak a megszegése, amelyek esetén a jogalkotó úgy gondolta, hogy talán ezzel riasztja vissza a szabálysértést elkövetőit, hogy megduplázta a bírságnak az összegét. Egy 45 éves simontornyai sofőr 6 napon belül harmadszor akadt fenn a rendőri ellenőrzésen jogosítvány nélkül, ráadásul ittasan. A férfit július 26-án, 30-án és 31-én is igazoltatták. Mindhárom alkalommal ittasan ült volán mögé, vezetői engedély nélkül. A harmadik alkalommal a szonda nagyon magas értéket mutatott, amiatt előállították további mintavételre. Az engedély nélküli vezetés pedig elzárással sújtható szabálysértés, ezért a hatóságok őrizetbe vették a férfit. A Bonyhádi Völgységi Múzeum két turnusban nyári élménytábort szervezett a helyi, illetve a völgységi településen élő gyermekek részére. A fiatalok kézműveskedtek, népi játékokon vettek részt. Jerkovicsné Stefán Klára elmondta, a múzeum már évek óta szervez tábort a gyerekeknek, ahol történelmi, régészeti, néprajzi és természettudományos programokkal várják őket. Mai napon gyógynövényekkel ismerkednek, aztán egyik kollégánknak a távíró gyűjteményét próbálhatják ki. Velünk van ma Foltozóból, Paksról, Szilvi és Laci, akikvel rönkrókát festenek, és az egészségfejlesztési iroda érkezik, még házifagyi készül, aztán Pécsről a természettudományi karról megérkezik a Chem Hackers csapata, egy kis robbantgatás, kémia, vegyészet. A lelkes gyerekek kreatívan elfoglalták magukat, hiszen akrilfesték használatával készítettek maguknak egy rókát, amelyet a nap végén haza is vittek. Egy mini fatörzset készítettek elő Foltozó Szilviék, és ezt akrilfestékkel fogják befesteni a gyerekek, illetve díszítik filcanyagokkal. És közben pedig a természettudományos jelentőségét, a rókák élővilágát is megismerhetik Szilvi elbeszélésében. A gyermekek rendkívül fogékonyak az új ismeretek elsajátítására, így játékos formában tanultak az egészségfejlesztésről. Nagyon fontos, hogy ugye természetes alapanyagokból készült ételeket fogyasszanak a gyerekek, és ha tehetik, akkor helyi termékeket részesítsék előnyben, vagy akár otthon maguk is termelnek családdal, és tudjanak egy-két olyan trükköt, amivel magukat is kényeztethetik a nyár folyamán, ezért választottuk most a házi fagyi készítést. Galobár Dóra elárulta, miért vett részt a szabadidős tevékenységekben. Itt nagyon izgalmas minden, és kedvesek a nénik, bácsik. Lenc László Kolos izgatottan mesélt a táborban szerzett élményeiről. Nagyon izgalmasnak tűnt, hogy a mama mesélt róla, hogy mik lesznek, és ezért mondtam, hogy én is el akarok jönni.
A múzeum munkatársa igyekeztek minden napot élménytúrssá varázsolni a tanulóknak. A tábort népszerűsítette az is, hogy a jelentkezők közül voltak olyanok is, akik már másodjára jöttek el. Bogyiszlón a Nyárfa utcánál gaz, avar és tarló égett július 31-én szerdán. A tolnai önkormányzati tűzoltóság a helyszínre kiérkezve a felderítést követően észlelte, hogy egy farakás 30-40 méter hosszan ég. Három darab désugárral, a szekszárdi lánglovagokkal és a helyiekkel közösen a tüzet körülhatárolták és eloltották. Bátaszéken a Vörösmarty utca kereszteződésénél 2 millió forintból befejeződtek a patkázási és aszfaltozási munkálatok, az érintett útszakaszt átadták a forgalomnak. Az autósok így biztonságosabban tudnak ki- és behajtani a Magyar utcába. Ugyan kis lépésekben, de Bátaszéken folyamatosak a felújítások, fejlesztések, tájékoztatott a város önkormányzata Facebook oldalán. A Dombovári Torna vármegyei szakképzési centrum Apáczai Csere János Technikum és Kollégium 8 diákja Spanyolországban, Barcelonában teljesít szakmai gyakorlatot. Mindannyian jól vagyunk, hamar felvettük a spanyol életritmust. Sokat kirándulunk, és esténként a partra megyünk csobbanni, írja az egyik diák a portfóliójában. A tanulók a spanyol cégnél webfejlesztő, jogi és logisztikai részlegen végeznek feladatokat. Rühl Gizella művészetpártolói műgyűjtői tevékenysége már ismert a régióban, ezúttal pedig egy szoborparkot hozott létre Tolnai otthonában. Többek közt Bakó László művei is megtalálhatóak az udvarában. Az avatáson az ő emlék előtt is tisztelektek. Ki fog meg engem, mint a hal kisiklom? Proteuszként változom és elomlok, mint síma hab. Ó, változom s elomlok, míg élek. A megnyitón elhangzott egy gyönyörű verscsokor Rubány Anitától, valamint zenével, énekkel színesítették a délutánt. Többször is megemlékeztek Bakó Lászlóról, az ő szobrai is díszítik már Rühl Gizella kertjét. Bakó László igazából kőfaragó volt, tehát annak indult, aztán a szobrászat felé természetesen elment. Hát egy nagyon aranyos ember volt, nekem jó barátom volt. Egy kis mackó, sajnos nagyon korán el kellett mennie, és itt a megnyitó beszédben is Sasi szövegébe elhangzott, hogy több végén égette a gyertyát, de én úgy gondolom, hogy nagyon tehetséges alkotóművész volt. Még László életében tervezték közösen a park megépítését. Végül nélküle valósult meg ez a projekt. Állandóan ki lesz állítva, a megfelelő talapzatokra letett alkotások, és a mostani alkalomra én úgy gondoltam, hogy a gyűjteményemből ezeknek az embereknek, akik eljöttek és megtiszteltek engem, más alkotókat is szeretnék megmutatni. Egy részük itt a kertben lett elhelyezve, másrészt meg a folyosón csináltunk egy kiállítást, illetve itt-ott-amott, úgy eldugva, nem nagyon eldugva, hogy azért megtalálható legyen. Nagyon sok művész munkája megvan. Én direkt nem feliratoztam, én úgy gondoltam, hogy az alkotás hasson a látogatóra. Bakó Mária Lujza, Bakó László húga elérzékenyülve csodálta a berendezett kertet, és gondolt vissza meghatódva testvérére. Olyan szempontból egy érdekes egyéniség volt, hogy a külvilágnak a dolgaira talán nem reagált olyan intenzíven, mint az emberek többsége. Neki volt egy külön világa, ez az ő művészetében is megtestesül, a szobraiba is, a felesége az mindvégig mellett áll, támogatta őt ebbe. Sokszor a családi élet rovására is ment talán, de a fia is, lánya is, azt hiszem, hogy mindketten büszkék az ő apjukra. Az udvarba harmonikusan beillesztett művek egy hangulatos környezetet biztosítanak a betérőknek. Megtekintésükhöz egy előzetes egyeztetés szükséges Rühl Gizellával, aki szívesen megmutatja szabadidejében az alkotásokat műkedvelőknek. Regionális híreink következnek.
Mezőgazdaság, gépeket kezel és földet művel a Somogyi lány. Digitális állampolgár program. Már lehet előregisztrálni a kormányablakokban. Divattervezőnek tanult, elvégezte a virágkötészetet, most azonban kombájnokat és traktorokat vezet az egyik somogyvári mezőgazdasági cégnél. Kollár Vivian az édesapjától leste el a gépek kezelését és a szántóföldek megművelésének módszerét. Egyedüli nőként egy 40 fős cégnél dolgozik. Zajlik a munka a somogyvári termőföldeken. A legtöbb részen most a talajlazítást végzik el a szakemberek. Mondhatni átlagos nap. A Somogyvári Mezőgazdasági ZRT-nél azonban mégis van valami különlegesség, vagyis valaki. Egyedüli nőként Kollár Vivien vezeti ezeket a hatalmas gépeket. Egészen kicsi korom óta, ugyanis édesapámmal nagyon sokat jártunk az erdőre, és minden hétvégénket ott töltöttük, úgyhogy ide nyúlik vissza leginkább ez a szakma. És körülbelül középiskolás volt, amikor eldöntöttem azt, hogy én ebbe szeretnék dolgozni. Édesapám kombányos ennél a cégnél, mellette tanultam mindent, amit tudok mai nap, és én maradtam a traktoros verziója. Vivien még csak 24 éves, de már számos végzettség birtokában áll. Azonban nem volt egyenes az út a mezőgazdasági munkáig. Nagyon sok mindent kipróbáltam. Tudnélik, én divattervezőként végeztem, mellette virágkötőt is elvégeztem, van egy olyan vállalkozásom is, és valahogy mindig visszahúzott ide, erre a munkahelyre a szívem, és szeretném is tovább csinálni, amíg nem akadályozza az egészségemet. Ahogyan a férfi munkatársaknak, úgy Viviennek is minden feladatot egyedül kell elvégeznie a földeken. Most jelenleg talajlazítózás történik, de majd az őszi időszakban őszi mélyszántás ritka, de valamikor megesik, hogy kombányra is kell ülni, szemet hordani, tárcsázni, tehát hogy mindent, amit vetéstől aratásig kell. Vivien azt mondja, nem volt gondja a beilleszkedéssel, gyorsan elfogadták a férfi kollégák. Mi egy nagyon családias társaság vagyunk, és az elejétől kezdve befogadóak voltak, nagyon sok mindenben segítettek, úgyhogy én csak hálával tartozom nekik. A cég már a 90-es évektől működik Somogyvár határában, a 2000-es évektől ZRT-ként. Közel 1500 hektáron gazdálkodnak, és 40 dolgozót foglalkoztatnak. A gépekkel és a földeken Vivienen kívül csak férfiak dolgoznak, de ő egyedüli nőként is kiválóan megállja a helyét. Nem kell igazolvány vagy egyéb személyi okmány szeptembertől egy rendőrségi igazoltatáskor, ha regisztrálunk a digitális állampolgár program keretében valamelyik kormányablakban. Egy telefonos alkalmazással egyszerűen és gyorsan igazolhatjuk magunkat a virtuális térben létrehozott profilunkkal. A lehetőségre már most előregisztrálhatunk és szeptembertől élvezhetjük a rendszer előnyeit. Ez az az oldal a neten, ahol a digitális állampolgárságról többet megtudhatunk. Az információk mellett innen letölthető a mobilunkra az az alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy például fizikai iratok nélkül igazolhassuk magunkat rendőri ellenőrzéskor. A rendszert szeptemberben élesítik, akkortól lehet majd hivatalosan is használni ezt a virtuális megoldást. De már most jelentkezhetünk, előregisztrációt csinálhatunk, hogy legyen majd érvényes profilunk, mondja a Baranyai kormányhivatal főigazgatója. Mi kell az előregisztrációhoz? Kell egy felhasználói profilt létrehozni, ehhez kell egy mobiltelefon, amely erre alkalmas, tehát egy úgynevezett okostelefon, egy személyigazolvány, az okostelefonhoz mobil internet szükséges, és ezzel most az egyszer be kell menni a kormányablakba, később már nem. Tehát, hogy ez az előregisztráció, ez a kormányablakban egy személyes megjelenést követel, igényel, de azt követően már erre nem lesz szükség. A kollégák a kormányablakokban egész nyáron fogadják az ügyfeleket, és segítenek természetesen. Akár az alkalmazás letöltésében, akár a profil létrehozásában. A korhatár 14 év, aki ezt betöltötte, élhet a digitális állampolgár lehetőségével, mondja a főigazgató. Szeptembertől egészen biztos már, hogy egy rendőri igazoltatás során ennek a profilnak a meglétével tudjuk majd igazolni magunkat. Ezt azért is fogjuk tudni megtenni, mert az összes személyi okmányunk ebben az alkalmazásban szerepelni fog.
Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a személyi okmányok érvényessége az feltétel, tehát amennyiben egy személyigazolvány, egy jogosítvány lejár, akkor ezt természetesen hosszabbítani kell a megszokott módon még egyelőre, de amennyiben érvényes okmányokkal rendelkezünk, akkor ezek megjelennek ezen az oldalon. Ezeket le is tudjuk tölteni hiteles formában erről az oldalról, ha valamilyen ügyintézésnél kérik ezt tőlünk. A funkciók folyamatosan bővülnek majd a rendszer indulása után, mondja Müllerné dr. Juhos Bernadett. Aláírni is fogunk tudni ezzel az alkalmazással, erkölcsi bizonyítványt tudunk igényelni. Ezek lesznek az első lehetőségeink szeptembertől, majd pedig ezt fokozatosan kiterjesztik. Az állami felületekre a QR kód segítségével azonnal be tudunk lépni, tehát nem kell felhasználó név és jelszó. Ezt megkönnyíti, ahogy említettem, az egészségügyi alkalmazások elérhetőek lesznek. A magyarország.hu, illetve a személyi jövedelemadó oldalra is egy kattintással be fogunk tudni már lépni mondjuk jövő tavasszal, vagy akár bármelyik nap. A piaci szereplők is nyitottak erre, így valószínűleg egyéb helyekre is be tudunk majd így jutni a szakember szerint. A digitális állampolgárságról a dap.gov.hu oldalon talál mindenki további információkat. A főigazgató azt tanácsolja, hogy aki szeretne digitális állampolgárságot a virtuális térben, még most szeptember előtt előregisztrációval ezt kényelmesen megteheti a kormány ablakok valamelyikében. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Strandolás. Faddomboriban ügyelnek a biztonságra. Fejlesztések. Terveiről számol be azonban megválasztott polgármestere. Nyári élménytábor. Kézműves programokkal készült a Bonyhádi Bölcségi Múzeum. Nem mindennapi udvar Tolnán. Szobrok díszítik Rühl Gizella kertjét. Pénteken egy elgyengülő hidegfront hatására labilisabb légköri helyzet alakulhat ki az ország térségében. Változóan, de zömmel erősen gomolyfelhős időben az elmúlt napokhoz képest kevesebb napsütésre, illetve főként délutántól elszórtan záporok, zivatargócok kialakulására lehet számítani. Átlagosan csak körülbelül 2-3 fokkal mérséklődik a meleg. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!